Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, vagy mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást. A díjam, mint minden jóslásnál, 4000 forint. Ez a felvétel június 15-én jelenik meg. Az indiai asztrológia szerint a hold a Hasta holdházban van ezen a napon. Hasta lefordítva kezet jelent. És ez a holdház azt üzeni számunkra, hogy vegyük kezünkbe a dolgokat. Rendezzünk magunk körül valamit. Utal cselekvésekre. Ezen a napon a hold eléri két út, a lefele mozgó kármikus csomót. Ezáltal vannak kármikus témák. Két út jelenti a múltat, és kihat az érzelmeinkre. A nap és Merkur bolygó a Mruga holdházban van. Mruga holdház felett Orion csillagkép uralkodik. Orion az az égi vadász, és ennek az égi vadásznak van két vadász kutyája. Ezek is csillagképek. És a kutyák azok mutatják a sarki csillagot. A vadász az keres egy új irányt, vagy keres lehetőségeket, és a kutyák irányítják őt a sarki csillag fele, és ez azt jelenti számunkra, hogy kell egy irány. Itt Merkur bolygó van ebben a holdházban, és a nap. A nap megvilágít valamit. Tisztázni kell bizonyos dolgokat, és Merkur bolygó ugyanúgy, mint a Hasta holdház utal a cselekvésekre, vagy beszélgetésekre, és oda kellene odafigyelni, ami tényleg fontos most számunkra. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolata az felül látható. Mindkét képen a kelyhek jelennek meg. És a kelyhek jelentik a víz elemét. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. A jobb oldali kártya mutatja a múltat. Itt vannak emlékek a múltból, és ezek az emlékek kihatnak az ő érzelmeire. A bal oldali képen szintén a kehely látható, szintén az érzelmeiről van szó. A tartása mutatja azt, hogy ő nyitott érzelmekről beszélni, vagy kimutatja az érzelmeit, de még kicsit bizonytalan, hiszen ott van a kezében ez az arany kehely, és figyelgeti. Ez jelenti az ő saját érzelmeit is. Tehát itt vannak emlékek a múltból, odafigyel a saját érzelmeire, lehet, hogy még kicsit bizonytalan, nincsenek még tapasztalatok, nem tudja, hogy hogyan tudná úgy kimutatni az érzelmeit, hogy neked ez jól essen, hogy legyen közeledés, hogy megbíz benne, hogy érezd azt, hogy ő szeret téged. Kicsit bizonytalan. Hogy miért ilyen bizonytalan, ezt látjuk az érzelmeinél, a bal oldalon lévő kártyáknál.
Ott alul újra a kelyhek vannak. Ő ennek hátat fordít. Itt is a múltról van szó. Ez a kép jelenti a szomorúságot, a csalódásokat. Úgy szoktam mondani, hogy ez a könnyeknek a mezeje. Ő hátat fordít most a könnyek mezejének. Új irány lesz. Ebben segít Mruga holtház, ahol Orion uralkodik és Orion kutyái. Itt lesznek változások, és ő érzi azt, hogy mennyire fontos a múltat lezárni, hogy legyen egy új irány. De hibázik. Az út bal oldalon látható, ott mellette ott van az a bokor, és ez a bokor fel van díszítve ezekkel az arany érmékkel, azok csillognak és ragyognak, de ez nem az övé, ez másokra utal, és ott töpreng, a másoknak mindene megvan, megvannak a sikerek, a jólét, a szerencse, ja, és én nem is értemlem ezt, meg ebből úgysem lesz semmi. De ha megnézzük a képet, először is feltűnik az, hogy ő sokkal magasabb, mint mások a környezetében. És előtte ott van az arany érem, azaz övé. De látnia kellene, meg fel kellene vennie, a kezébe venni, tudatában lenni annak, ah, én is értékes vagyok, én is tudok valamit nyújtani, nekem is meg lesz a szerencsém minden élet területen. De nem szabad neki összehasonlítani magát másokkal. Hogy mit fog tenni, az jobb oldalon látható, ott alul újra kelyhek jelennek meg, kihatnak az érzelmekre. Ez a kártya jelenti az álmokat, vágyakat, az elképzeléseket. Ha hisz ebben, akkor megvan a lehetőség, hogy ez az álom megvalósuljon. Ha nem hisz ebben, akkor ez csalódásokhoz vezethet. De én látom, hogy majd irányítani fogja a hintót, hiszen az látható ott jobb oldalon, átteszi magát a bizonytalanságokon, és tudja, most irányítom a dolgokat, kezembe veszem a dolgokat, mint ahogy a hasta holtház a mai napon mutatja ezt a kezet, hogy vegyük kezünkbe a dolgokat. Igen, ő ezt megteszi, és látható, hogy közeledik hozzád. Hogy mi fűz össze benneteket, az a cicás kártyán látható. Ez a férjem ötlete volt, ő készítette a kártyákat, ebbe bele se szóltam. Én olyan viccesnek találom, és ez a cica benne van ebben a papírtáskában, és úgy tesz, mintha ő nem tett volna semmi rosszat. Én ártatlan vagyok. Németül az van ideírva, ich war nur Chopin. Ah, ich war nur Chopin, sonst habe ich nichts getan, ich war nur Chopin. Ezt úgy tudnám lefordítani magyarra, én csak vásárolni voltam. Semmi rosszat nem tettem. Semmi rosszat nem tettem, én csak vásárolni voltam. Nem tudom, hogy ez a szó Chopin, ez magyar nyelvű területen, hogy ott hallható-e, ez azt jelenti, amikor úgy cél nélkül az ember vásárolgatni megy, abban a reményben, hogy talál valamit. A hölgyek nagy része imádja ezt. Én valahogy nem szeretem, nekem nincs ehhez türelmem, hogy így keresgessek cipőt, vagy táskát, vagy ruhát. Nálam mindig úgy van, hogy megvan egy konkrét elképzelés, és akkor olyan céltudatosan megyek vásárolni, és megveszem azt, amit szeretnék, és más dolgokat nem szoktam úgy figyelgetni. Én ezt így látom, meg ez a hozzáállásom. Az, hogy te szívesen vásárolgatsz-e magadnak,
Ha találsz valamit, persze én ezt nem akarom elítélni, nehogy félreértsetek, de ha nálad így van, akkor örülök annak, meg örülnék annak is, ha leírnád ezt a kommentárba, hogy milyen a hozzáállásod, meg hogy ismeritek-e ezt a szót Magyarországon, Chopin. Hogy nála milyen hatás van kívülről, azt alul baloldalon látjuk ezen a kártyán, itt megjelenik egy büszke király ezzel a királyi tartással, a kezében a bot jelenti a tűz elemét, szeretné befolyásolni őt, lelkesíteni őt. Az is lehet, hogy parancsolgat neki. Ha én megnézem ezt a képet, én úgy látom, mintha ez a személy olyan beképzelt lenne. És a te kártyád az jobb oldalon látható, mintha azt mutatnád, ne figyelj oda másokra, nem kell azt a botot látni ennél a királynál, figyelj ide rám, nekem is megvan itt ez a bot, én is tudlak lelkesíteni valamivel, hiszen itt van a tűz eleme, megvan a bátorság, megvan a lelkesedés. És ez a király nem jobb, mint én. Nem kell, hogy összehasonlíts bennünket. Inkább azt szeretném, ha odafigyelnél rám. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy annak is örülnék, ha meglátogatnál a Facebook oldalon, Dendera Medici vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!